Szervusztok! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a Metro Exodus végijátszásom éppen aktuális jelen fejezeténél. Hogy vagytok, kedves, nagyon kedves srácok? Remélem mindenki jól van, mindenki jól érzi magát, és mindenki kész folytatni Artyom bolondos kalandjait a meleg nyári melegben. Hajrá! Nem is húzom tovább a szót, nyomjunk gyorsan a folytatás gombra, és nézzük meg, hogy hol hagytuk el legutoljára a hősünket. Constant trial. But after Yamanta, we are ready for anything fate can throw at us. Mere kilometers separate us from the Caspian 1 communication center. Ah, igen, a Caspian 1-es kommunikációs állomás felé tartottunk. Amikor a vonat befutcsolt. A nagy meleg miatt. But what's left for us but hope? The desert is taking its toll. The crew suffers from heat and thirst, and the Aurora is not in her top form. We're out of coal and had to switch to burning available fuel. Old cross ties and twigs. Ó, igen, ezen a terepen nagyon-nagyon-nagyon meleg van. Ilyen sivatagos környezetbe kerültünk. A Aurora nem igazán bírja ezt a meleget, ugyanis nincsen se éghető üzemanyagunk, sem pedig szenünk. Illetve a legénység is egyre nehezebben bírja a meleget, és mindenki nagyon szomjas. Így most első körben a mi feladatunk lesz az, hogy keressünk dolgokat, mégpedig... Igen, itt a közeli faluba kell majd elmennünk. És megkérdeznünk a helyieket, hogy lennének esetleg kedvesek nekünk adni egy kis vizet, üzemanyagot, segítséget, és stb. És stb. Szóval, mivel őszintén bízom abban, hogy a játék majd ezekre a jobboldali telepekre is el fog majd minket kalauzolni, én bátran merem gondolni, hogy először elmegyünk erre, aztán szépen majd arra is el fogunk jutni. Ahogy ezen a terepen nyílnak meg majd az egyéb küldetések, meg egyéb dolgok, amiket lehet csinálni. Ez úriember, ha jól láttam, csak így a semmiből a homokból mászott elő. Kemény élet. Ugyanakkor megint csak egy lecke számomra, hogy nem szabad csak úgy rohangálni, mert ez történik. De legalább ha egyedül vannak, akkor annyira nem bátrak. Csitul, csitul, kérlek szépen, kedves kis mutáns, csitul, csitul. Közben Arley vihar is közeleg, azt is megállapítottuk már az előző fejezetben. Oké, előttem van valami kérdőjeles dolog, amit érdemes megnézni. Ugyanakkor őszintén remélem, hogy csak úgy hirtelen a semmiből nem fognak ezek a kedves helyi élővilág képviselői a semmiből csak úgy előmászni a homokból. Mert az bizony kellemetlen rajtaütési, meglepetési lehetőségeket ad nekik. Ellenben velem. Hmm.
Remek. Hello, te halott vagy? Úgy néz ki, igen. Aha, határozottan úgy néz ki. Frászt hozta rám az úriember, aki csak így ide volt simulva a falhoz. Oké, van még 13 golyócskám ebbe a fegyverbe, és utána készítenem kell, hogyha jót akarok magamnak. Igyekszem azért óvatosan közlekedni, mert ezek szerint a falak között se vagyok túlzottan nagy biztonságban. Főleg, hogy hallom, hogy... Áhá! A kis huncut! Ó! Ott ilyen kisebb mutánsok vannak, ha jól látom. Most, amíg van lehetőségem, megnézem, hogy tudok-e a jelen fegyverembe töltényt készíteni. Kis fémgolyócskákat. Ki menni fog. Jó, kezdetben ennyi elég. Mozgolódást hallok a hangjuk irányából. Nem tudok bemenni, és az előző kis falirésen sem tudtam magamat átpréselni. Hát itt van egy elesve közülük. Te itt álltál lesben, basszus, te kis huncut. Olyan, mint hogy a lövéseket hallanék a távolból. Egészségedre, drágám. Látom az egyiknek a farkincáját, ahogy éppen lakmározik. Az egy észrevett engem onnan. Haverja, lemerem fogadni, hogy lement a kis járataikba elbújni. Az igen. Ho-ho, az igen. Ne bízz a falakban, mert homokosok rejlenek mögötte. Nem szó szerinti értelemben, hanem ilyen csúnyaságok. Érzem, akkor a vihar a szépen lassan közelebb ér, és már itt is van, és... Ott egy autócska. Á, abban a
Ebben az erődítményben sok ilyen mutánst látok. Ilyen emberszerű mutánst. És közben mögöttem van még itt ilyen kérdőjeles terep. Amit Artyom bejelöl kérdőjellel, még nem... nem fedeztem még fel. A holttestre nem hiszem, hogy arra gondol, mert azt már nem tudom jobban átnézni. Hopp! Ott osonkodik az egyik kis dög. Igen, odabent lövöldözik valaki, határozottan látom innen. Úgy gondolom, hogy észrevett engem. Van barátom, ne kerülgessük már itt a forrókását, gyere! Megvagy! Csodálatos. Elvileg pont itt van előttem a kérdőjeles bármi is, amit Artyom kinézett magának. Elvileg. De csak ilyen fura romok vannak itt. Valószínűleg akkor a környéken kell keresgélnem. Mondjuk talán azt a házat, aminek... ez úgy néz ki, mint egy fészek. Hello! Aha. Ez itt egy szép nagy fészek. Így van. Talán Artyom ezt a házat nézte ki magának. Odakint ordibálásokat hallok. Elég hangos, erőteljes ordibálásokat ráadásul. De ebbe a szobába még be akarok menni körbenézni. Csillingel ez a... azt le tudom szedni, hogy ne csillingeljen, hogyha átmegyek rajta, ne hagyj Isten, mint valami barom. De jó. Oké. Nem, még mindig nincsen kipipálva ez a... bármi is. Amit Artyom itt kiemelt magának. A biztonság kedvéért. Okay. Elindulok szí... Tessék! Csak így a falon keresztül, barátom, mert az úgy menő.
sivatagi nagyfiúk így csinálják, mi a falon keresztül. Szóval épp azt akartam mondani, hogy lassan induljunk meg akkor a nagy épület irányába. Hello, látlak ám? És akkor próbáljunk meg az ott ragadt embereken segíteni. Hát ha azzal... Hát ha esetleg azzal barátságosak lesznek velünk, te jó ég, körbe vagyok véve ezekkel a falfüggő mutánsokkal, te jó ég, ott is van egy! Picivel közelebb mentem volna még hozzá, hogy mind a három rám startolt volna egyszerre. Ez nem semmi. Pedig még úgy is közlekedek, mint egy gentleman, leeresztett fegyverrel, összegömbölyödve halkan. Hogy biztosan ne zavarjak senkit se, de ez... őket nem érdekli. Ó istenim! Ó istenem! Ó istenem! Sok lesz a jóból. Ídni. Ez a semmiből való téglahaigálás sem segít nagyon. Ídni. Kígyókat kerüljük el jó messzire, mert az előző fejezet végén megmart engem egy. Aztán Artyom szerencsére csak egy picit lett tőle rosszul, de... nem tudom, hogy mélyre menőbb következményei vannak-e esetleg. Megütöm a főnyereményt. Jó ég. Ez igen. Te a gigádon keresztül lettél odaszögezve. Ez igen. Hopp! Jó, 19 golyó maradt ebben a tárban. Na, elcsíptünk egy rádióadást tőlük. Próbálják a bázist hívni. Jelentik, hogy megérkezett egy vonat. A homokvihar lett itt, hogy muszáj voltunk felvenni a gázállarcot, különben nem kapunk levegőt. Igen, szóval itt valakik jelentik a bázisuknak a pozíciónkat. Megérkeztünk egy vonattal ide. Remélem lesz annyira itt lehetőségem, hogy gyorsan készítsek magamnak töltényt. Így mi? Nem látni itt semmit. Jó, talán ide bent már levehetem az állarcot. Úgy gondolom, igen. Itt Artyom már nem köhög és nem fulladozik. Kint a homokviarban muszáj volt felvenni.
Csak a biztonság kedvéért. Én itt esküszöm, nem bízom itt a földön fekvő is magukat nyugodtnak tettető mutáns testekben. Bár ez nem kell fel. Remek, ezen az úton nem megyek sehová. Úgy gondolom, hogy itt tudok feljönni. Szia! Igen, az itt ragadt embereinknek nehézségeik vannak elérni a bázisukat. Nem tudnak velük normális rádiókapcsolatot teremteni. Oké, kettő mínusz. Hárman is verik azt az ajtót ott. Ez igen. Na hát akkor hajrá. És három golyóval három madárka. Jó van. Szevasz! Négy madárka. Egy Saul nevű embert próbálnak hívni. Hello! Nincs itt senki. Legalábbis úgy néz ki. De milyen csodáson fekszel itt. Hello! Üdv a házamban! Na, gondolom felfele menekültél, miután bezártad magad után az ajtót. Nincs itt még valami érdekes, amit elvihetnék magammal? Hát úgy sem, csak a rádió, amin keresztül nem válaszol senki. Úgy gondolom, igen. Kicsit csapdának néz ki, de hát nem tudom. Mondom én, hogy csapda? Próbáltam nektek segíteni, baromarcuk. Oké. Nem öltük meg, csak megfojtottuk egy picikét, hogy elájuljon. Kiabálta, hogy megadja magát. Elvettünk tőle valamit. Közben Damir mondja, hogy nem hal minket. Hogy... hát igen. Ez mi lehet? Egy puska? Igen, az lesz. Damir nem lát, meg nem hal minket ebben a viharban, mondjuk. Hello? Szóval ebben a viharban én ezt nem is csodálom. Na, ez most komoly, barátaim. Tessék az Artyom urat békén hagyni, különben golyót repít a fejetekbe. Na. Artyom, könyörgöm.
Gyertek fel szépen, szórakozzunk egy kicsit. Aha. Az egyik már egy emelettel alattam van. Remek. Mínusz egy. Mínusz kettő. Van még egy harmadik is, jól hallottam? Remélem nem végtelenül terveznek jönni. Én még ide fenn gyorsan körbe akarok nézni. Át tudok olyan ugrabugrálni? Aha, igen. Erre a hajóroncsra, bár... haszna sajnos nem sok van. Igen, attól tartok, hogy jobb lenne minél hamarabb elszerelni innen azzal az autóval. Itt van is egy... kötél, amin le is tudok ereszkedni. Ledobta a társát. De buta vagy. Úgy hallom, körülöttem még azért vannak jó páran. Oké, gyorsan megpróbálom beindítani az autót. Gondolom ez a kis indító kulcs, amit elszedtünk attól a banditától, az egyrészt az ajtót nyitja, igen. Ó, csodálatos. Ó! Ó, Damir! Szevasz! Köszönöm a segítséget! Ah, there you are! Need help digging yourself out? No? Come out then! So, there's probably no chance to have a chat with the owners of this car. What a shame they're so silent. No, had I had a car like this, I wouldn't want to give it up either. In my book, driving beats walking in this heat any day. Which reminds me, you've got a good test drive opportunity. While you were playing in this sandbox, I found some antennas. And the communication center should have them. I think it's at that lighthouse, so you should head there. The lighthouse is so huge, we can't miss it. Mm. I have to stay and keep tabs on the area for a while, but once I'm done, I might join you there. See ya! Jó van, Damir. Oké, akkor... remélem, mi a kocsit elvihetjük. Damir azt mondja, hogy itt szépen járőrözni fog ezen a terepen. Aminek én örülök, mert így legalább... hát igazából nincs már itt semmi ebben a házban, azt hiszem, nem? Ami nagy Isten elkerülte volna a figyelmemet, remélem, hogy nem. Damir azt mondja, hogy van a közelben egy világító torony, be is x-elte nekünk. Ó, nézzük csak, a kommunikációs bunker valahol, itt van a közelben egy világító torony mellett, mert a Damir látott antennákat, és meg kell találnunk a bejáratot, a komplexum bejáratát. Igen, Damir közben itt bejött, körbenézett, és azt mondja, hát ez meg micsoda? Na, Damir, van még esetleg valami mondatod? Felkísérlek ide, hát ha találsz esetleg valamit, ami az én figyelmemet elkerülte. És lehet, hogy ezt jó lenne együtt megnézni. A többi kettő fegyverem tele van. Gyorsan készítek is még több fémgolyócskát magamnak. Oké. Ebből is. Meg ebből is. Jó. Yes, this map is outdated. No wonder.
A pity the sea is all dried up. Ooh, I'd go for a dip. How about you? Ott van a világító torony. Ott vannak az antennák is. És látom, ott van egy előőrs, amin keresztül fényekkel pásztázzák a terepet. Damir közben azt mondja, hogy a térképünk már elég régi és elég hasznavehetetlen. És azt mondja, hogy sajnálja, hogy már a tenger az kiszáradt, mert most megmártózna egyet benne. Ezt nem is hibáztatom emiatt a gondolatért, mert ilyen őrjítő körülmények között ki nem gondolna erre. Hajóroncsok, amiket gondolom jól meg lehet nézni. Ott is mintha lenne ebben az a nagy tábor. Telekereső meg jelző fényekkel. Tsuhú, meg mennyi hely, amit meg lehet nézni. Emberünk itt szépen pihen továbbra is. Nem tudom, hogy a tetőre fel lehet esetleg jönni. Nem hiszem, Artyom nem igazán néz ki úgy, mint aki fel akarna odamászni. Jó van, nézzük meg magunknak azt a kis kocsit. Amint rájövök arra, hogy itt ezen a terepen én mi az ördögöt nem találtam meg. Oké, remélem a fal imádók elmentek most már a falak közeléből. Illetve azt is lemerem fogadni, hogy ez az ember, akinek a képét láthatjuk itt, meg kb. Minden ilyen nagyobb táblán ezen a terepen valami helyi nagymenő. A szent tűz majd elégeti az ellenségeinket. A báró. Szuper. Újabb ilyen jópofa úriemberrel kell majd összekötnünk a bajszunkat. Na de tényleg, ugyebár jártunk itt szépen erre. Ó, meglett? Artyom azt mondja, hogy meglett a hely. Úgy felfedeztük a terepet. Nos, remek. Ez a fészek közelében nem mennék. Örülök, hogy nem rohangálnak körülötte a lakosai. Próbálja ki akkor ezt a kocsit. Szegény eléggé Mad Max-esen néz ki, elég leharcolt, de nézzük meg, hogy milyen. Szuper! Wow! Oké. A kormány érzékeny. Since as far as I remember, we did a pretty good job of teaching the neighbors that actions like this end up costing them. These newcomers seem slow on the uptake. Or not from the neighborhood. In any case, we should find out who they are and what they want. I'll call the people that I need separately. The rest of you are to ready your cars, guns,
and combat-trained slaves. It might all be needed soon. As you were, everyone. The Baron has spoken. Oké. Közben hallottunk egy rádióadást az itt, ezen a terepen élő bandától, akiknek a bárója mondta, hogy ugye észrevették azt, hogy megérkeztünk, és hogy már az előttünk érkezőknek és itt élőknek is megtanították már, hogy ez az ő területük, és hogy velünk is hasonlót fognak tenni. Szóval attól tartok, hogy ezekkel csak is kizárólag összetűzésre fogok számítani, semmi másra. Ami remek. Egy ilyen világban az emberek miért is lennének hangyányit is barátságosak a mi csapatunkon kívül. Közben megnézzük, hogy itt mi újság, mert itt ugyebár az előző fejezetben be akartak ide rendezkedni a srácaink. Hello! Hi, Artyom! Szevasz! Oh, it's still too hot here. Even though sun is down, don't you think? Uh-huh. Az biztos. Aliósa azt mondja, hogy még a nap nélkül is elég meleg van itt. Megnézem, hogy takarították ki ezt a helyet. Hello, Artyom. Hello. Ó, de kis cozy. Hello. Oké, okay. Miller nem éri el a ányát. Why were you off the air, Anna? Ah, so you had to fall back. Vagyis de, halljak, hogy mi nem halljuk a válaszát. In the first place. Cut it out. I forbid enemy contact. You are to act with utmost care. I repeat, your task is observation alone. Do you read me? Reports at half-hour intervals. Over and out. Oké, ányáik összeütköztek az itt élő bandával, de sikerült sikeresen visszavonulniuk. És Miller rájuk szólt, hogy nem szabad összetűzésbe keveredni, hogy csak is kizárólag a megfigyelés és a felderítés most a munkájuk. És hogy maradjanak távol az ellenséges kontaktoktól, és fél óránként jelentsenek Millernek rádión keresztül. So, did you try the new ammo house? Without the knowledge of this situation, we could get stuck. And this is a great chance to avoid that. So move out! Don't forget to clean your guns regularly. With all the sand around. Okay. Damir! Miller here! What's your situation? Over. Yes. Okay, I see. Carry on. Miller, over and out. Okay, Miller azt mondta nekünk, hogy menjünk a világított toronyhoz segítkezni. Tokarev pedig kérdezte, hogy ki tudtok-e már próbálni az új fajta töltényeket a tikarunkba. Még nem. És azt mondja, hogy tisztogassuk rendszeresen a fegyvereinket, mert a homok az ugye bár eldugítja a csövet. No, oh, that's a shame. Are we here for nothing after all? Crest kérdezősködik, hogy megtaláltuk-e már a bunkert. Should have expected that. There's so much space here, no wonder it takes time. In the meantime, I thought I'd make some food. Yeah, despite the heat, you can't really do anything on an empty stomach, huh? So that's how it goes. De ő inkább a főzéssel foglalatoskodik most. Come in, Anna. Over. Miközben mi keresgéljük a bunkert. Finally! I said finally, yes! Van Miller közben a csapattal yes. Megállás nélkül tartja a rádió okay, kapcsolatot. Artyom, thanks for coming by to see the guys. Hát na, hogy jövök megnézni a srácainkat. Itt minden oké? Okay? Látom, hogy a srácok itt pihennek. A kislány is pihent, te örködsz a remélhetőleg a leendő új párod felett. Szuper. Hadd nézzem csak, milyen állapotban vannak a fegyvereim. Hello. Ó, igen, most már tudok mesterlövész puska töltényt is készíteni, mert abból is találtam. Ugye ezeket a fegyvereket, ezeket a golyókat nem tudtok még kipróbálni. És Tokarev azt mondta, hogy mivel annyi olaj van itt a közelben, biztosan jól fog működni ez a gyújtótöltény, hát ezt majd meglátjuk. Jó, igen, oké, oké. Mivel ezeket a fegyvereket nem vettem elő, ezért nem koszolódtak, ennek nagyon hálás vagyok. Szuper. Ki tudom cserélni a fegyveremet a Half-Life fejlesztőire, de nem. Valve.
Nézzük csak. Oké, hát a tihárt azért szeretgessük meg egy picikét. Így, né? Felszerelés ügyileg. Pedig úgy gondolom, hogy egyelőre jók vagyunk. How are you, Alyosha? How about taking a short break in the shade? No, sir. I am on duty today. Wow. Polishing your pronunciation is a waste of effort. You've nobody to try it on but me. What do you mean, nobody? I could certainly try it on the locals, or to be precise, the local ladies. They could be fond of tourists, huh? You're definitely overheating. Me? I had to take a short stroll at night, and walking past the old man's compartment, I heard him mumbling. It was like 3 a.m., and he was all there talking to himself. That's overheating, man. What was he saying? I said he was an old fool, and that he should have known better than dragging his bones here. Said that had he just whipped Anna's and Artyom's asses back then, we'd all be chilling out in the metro. Why would he want to stay down there when the world is alive? We might even go to America eventually, since the war's over. How about pitching that idea to the Colonel? You know, Sam, you have things to do there, but the old man, he's only a colonel in the metro, really. There he controlled the order, enjoyed universal respect. But what would he do in America, huh? Yeah, you're right, I guess. But you should still take a 20. I'm a bit worried. I'll take a break once we're done. Alright. Jó, a Sam jött megkérdezni Alyosától, hogy mivel Alyosa pihenszi picikét az árnyékban? Mert Alyosa formálisan, katonailag válaszolt neki, hogy nem uram, szolgálatban vagyok uram, figyelek uram. Sam pedig megdicsérte, hogy ugyan... Látom, csiszoltál a modorodon, de felesleges rajtam velem gyakorolnod ezt. Erre Alyosa azt mondja, hogy na ugyan már egy kis gyakorlás mindig jót tesz, hát ha a helyieken, illetve a helyi hölgyeken, hát ha működik majd a kifinomult modorom. Szemerre egy kicsikét kinevette őt, hogy jaj, biztos meleged van, azért beszélsz hülyeségeket. Mire Alyosa azt mondta, hogy nem, neki biztos, hogy nincs hőgutája, viszont Millernek az öregnek tuti, hogy van valamie. Mert... össze-vissza beszél hajnali háromkor álmában arról, hogy mennyire nehéz helyzetbe sodorta Anyát meg Artyomot annó a metróban, és hogy miért nem maradtak inkább ott, miért jöttek ki onnan. Sam pedig elgondolkodott ezen, hogy miért akarna Miller a metróban maradni, mikor itt van az egész világ kint, és igazából a világ él, Oroszország él, nem pusztult ki véglegesen semmi. És izgatott lett attól a gondolattól, hogy hát ha egyszer lejutnak Amerikába is. Mire Alyosa annyit mondott neki, hogy ez mind szép és jó, és tényleg tök jó, hogyha egyszer mondjuk eljutunk Amerikába, de gondoljon bele egy kis abba Sam, hogy Miller minek akarna Amerikába menni, amikor ő ténylegesen volt valaki a metróban, tehát ő a rendnek volt ott a vezetője, és nagy tekintélynek örvendett. Amerikába végül is mit kezdene? Sam erre azt mondta, hogy lehet, hogy igazad van, de ettől függetlenül azért néha 20 percenként pihenjél, nehogy gondod legyen. Alyosa pedig annyival zárta le a beszélgetés, hogy majd pihen akkor, hogyha végeztünk itt a dolgunkkal. Ha, Artyom! Gyermek, te mit művelsz? That's fortunate. Ne nézeged a dobozt ilyen közelről. To keep criss-crossing it on foot, eh? I, as you see, have been tending to my old girl here, so that she could give her best when needed. As far as I see, we shouldn't stay here for too long. I'm used to heat, but the boys, much less so. Okay. It's the desert. Jermek örül annak, hogy találtunk egy autót, mert gyorsabban tudunk vele közlekedni, mint gyalog. Ő büszkén jelentette nekünk, hogy igyekszik javítgatni, meg top formájában tartani az Aurórát. És hogy ő megszokta azt, hogy ugyebár melegben dolgozik és a forróság közelében van mindig, de a srácaink annyira nem. És ez a sivatagi hő mindenkin kifog előbb vagy utóbb. Oké? Veled? Wow! Szia! Nem, idióta, még nem találtam meg a bunkert. Igen, igyekszem, csak gondolom, csak visszacsekkolok rátok, hogy mi újság, de ahogy látom, te kicsattanó formátban vagy.
Szó szerint Sonicot megszigyelni tő sebességgel sprintelsz, barátom. Idiot, gotta go fast! Oké. Na, ismertek már engem, ugyebár a világító torony fele kéne mennünk, de a másik irányba annyi felfedezni valóban, valóban menjünk először arra. Illetve ha jól emlékszem, az egyik kedves néző, mintha azt mondta volna, hogy érdemes a part felé elmennem, ha jól emlékszem, ebbe az irányba. Lesz valahol egy biztonságos ház, ahol tudok pihenni, és ott lesz valami. Nem mondta pontosan mi, de valami. Listen up everyone! The Baron is about to speak! Ó, báró megint hallatni akarja a hangát, persze, hajrá! Hajrá, nyugodtan! The slaves from the West Canyon are finally at the ship. That would be the last of them. Twister, you get there. Select the ones good enough to sell to the south and put them on the special training regiment. And this time, make sure the boys from the south don't complain we're sending half-dead shit. You got me? Oh. As you were, everyone. The Baron has spoken. Ezt el is felejtettem mondani. Már az előző adásukban is azt mondta a báró, hogy egyrészt mindenki fegyverezze fel magát, állítsa szépen hadrendbe az autóját, illetve a melléki képzett harci szolgákat is. És most is arról volt szó a rádióadásban, hogy nyugaton a hajónál készítsék össze a szolgákat, válogassák ki azokat, akik valamire jók a harcban, és képezzék őket ki, a többieket pedig adják el rabszolgának, de most fordítsanak arra különös figyelmet, hogy ne félhalott embereket adjanak el. Szóval itt ezek a barmok rabszolgakereskedelemből élnek csak úgy. Más embereket adnak el másoknak. Oké, itt szemben van valami, szóval szálljunk ki a kocsiból. Kíváncsi vagyok, hogy ezeket a szolgákat esetleg lesz-e alkalmunk megmenteni. És ha igen, akkor... hálásak lesznek-e, és valahogy segítenek-e majd nekünk. Ott egy démon! Ott egy démon! Oké, hello! Nem hiszem, még a sivatagban is vannak démonok. Csodálatos. Szia kis öreg! Na most mi lesz? Semmi. Elvileg megtaláltam valamit, Artyom szerint. Valamit. Ott is van egy ilyen homokvárszerű fészek, kettő is. Mi van még itt? Valami volt még itt. Ó! Oh! Szuper! Fegyver alkatrészek. Szuper. Csomó kis tetves mutáns van itt a közelemben. Oké, ez a kis rejtekhely itt fel lett fedezve. Szerencsére arra mennek.
Bepattanok az autómba és el is tűnök innen. Állj! Remélem, hogy ez így elég messze van tőlük. Oké. Ezt a nagy komplexumot jelzi a térkép, hogy itt lehet valamit csinálni. Ez nekem egy nagy hajóroncsnak tűnik. Szuper, köszönöm Artyom. Át tudtál itt mászni. Én őszintén bízom abban, hogy nem egy démonfészek felé megyek most. Nagy, nagy Isten, mégis, akkor nem akarom, hogy ilyen bolondos dallamokszerű véget érjen a kalandom. Hú! Hú! Oké, kettő mutáns fiúcskával kevesebb. Semmi, komolyan. Hopp, itt van valami. Vagyis majdnem. Legfőképp semmi. Ez az erőltetett felmászás. Jó, aztán szét vannak verve azok a konténerek. Nem semmi. Ez itt egy nagy mutáns laktanyának néz ki. Ahogy mondom. Oké, ez kettő, remélem több nem volt rá bent. Bár ez kötve hiszem.
Hello. Szétszerelhető fegyverke, szuper. Ez itt egy eldugott rejtekhely. Hú! Az anyátok úristenit! Ó, az anyátok úristenit! Hú! Hú! Artyom itt tapsi-hapsi, úgy ugrálok vele. Kicsit tartok attól, hogy hosszú távon sok lesz ez. Sok fiú van. Mindegyiknek nagyon szép béka hangja van. Közben hallom, hogy merül az akkumulátorom, de nem tudok vele foglalkozni most. Kell, akkor vaksötétbe fogok velük harcolni. Édni. Menő. Jó, a többi fiú ne menjen sehová. Van még egy-két fémgulyócskám a fejükbe. Mennyi van? 17. Jó, hogyha már ennyire berúgtam itt az ajtót, és ilyen nagy dirrel durral bejöttem és kijöttem, akkor már fenébe az óvatossággal. Szuper. Na, másszunk fel a tetőre. Őszintén remélem, hogy ez a tető stabil. Ha már itt vagyok, gyorsan gyártok még több töltény magamnak. Nézni. Nagyon jó. Oké, és akkor ez a terep is fel lett itt fedezve. Arra is van még valami, amit érdemes megnézni. Viszonylag közel van. Nem kéne itt ezzel bűvészkedni, mert még a végén a nyakamat fogom törni. Szóval másszunk inkább szépen itt le, biztonságban. Így.